Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Mai műsorunk vendége ismét Pecsnik Mária Zita, aki már több alkalommal eljött hozzánk, hogy elmagyarázza nekünk, áttekintsük közösen a magyar gazdaság helyzetét. Kedves Zita! Első kérdés adódik magától, a magyar gazdasági növekedés mutatószámai, és hogyan alakul ez 2022-ben? Erről az évről az első félévi adatok állnak rendelkezésünkre, és azok rendkívül kedvezőek. 7,3%-os bruttó hazai termékemelkedés mutatkozott az előző év azonos időszakához képest, amivel az uniós rangsorban a 6. helyet foglaltuk el, és ez egy nagyon előkelő hely. Uh-huh. Hát csak ennek vannak problémái. Az egyik az, hogy ez egészen biztosan nem folytatódik, hanem mindenki azt mondja, ugye a Nemzeti Bank előrejelzése is, és a most már a pénzügyminisztérium előrejelzése is az, hogy lehetséges, hogy az utolsó negyed évben már egy jelentősebb visszaesés lesz. Tehát az év átlagában a Nemzeti Bank 3,5%-os növekedés mond. Én inkább úgy gondolom, hogy ez egy olyan 4% körüli dinamika lesz. Más előrejelzők is ezt várják, van, aki 4 vagy 5%-ot vár. De nem is ezzel van igazából a gond, mert ez a nemzetközi trendbe beilleszkedik nevezetesen, hogy tehát ennek az évnek a második felétől azért számolnunk kell a recesszió megjelenésével, hanem azzal van a gond, hogy ez a növekedési többlet, ami Magyarországon mutatkozik, ez alapvetően a fogyasztási többleteknek köszönhető, tehát egy rendkívül rossz szerkezetű növekedés, mert nem a beruházás húzza a növekedést, ami ugye egy hosszú távú fenntarthatóságot adna egy magasabb dinamikának, hanem abból adódik a fogyasztás emelkedése, hogy a kormány mindent elkövetett, minden elképzelhetőnél több összeget, pénzt osztogatott ki a választások előtt a lakosságnak, ezt olyan 2000 milliárd forintra becsülik, és ennek a nagy részét a háztartások elfogyasztották, nem takarították meg, és az első fél évben mutatkozott 12%-os reál fogyasztás növekedése a háztartásoknak olyan, amilyenre nem volt példa, 1995 óta számítanak a KSH-ban ilyen azonos módszerekkel bruttó hazai terméket, és nézik annak az összetételét. Tehát nem volt erre példa. Még akkor sem, amikor hát emlékszünk vissza, hogy a Medgyessy kormány milyen pénzeket szórt ki, annak a kétszerese legalább a mostani dinamika. Na most ez nem... Tehát ennek a nép fenn. Örül. A nép örül ennek. Hát ennek örül a nép, csak egy makroközgazdász, aki hosszabb távon gondolkodik, nem örül, mert ez a fogyasztás importtöbletekkel járt, ez a fogyasztás emelkedés nem párosult olyan exporttöbletekkel, ami ezt az importtöbletet ellensúlyozni tudta volna. Következésképpen a nettó export, tehát az export-import különbsége, az levonást jelentett a növekedésből, ami megint csak távlatosan egy kedvezőtlen dolog, és ami még ebből következik, hogy ez a növekedés, ezt a fogyasztás vezérelte növekedés az eladósodás emelkedésével párosult. Tehát a lehető legrosszabb szerkezetben mutatkozik meg ez a növekedés, ami akkor sem volna fenntartható, hogyha nem lenne itt semmiféle háború, vagy nem lennének külső problémáink. Ezt akkor vegyük úgy, hogy rövid távon a lakosság ennek örül, hogy a 2022-es választások környékén lényegesen többet tudott fogyasztani, de akkor meg lesz ennek a böjtje? Tehát a 7 gazdag esztendő után jön 7 szűk esztendő? Egyértelműen meg lesz ennek a böjtje, igen. És ezt már most is érezzük, ugye, ami megjelenik, mert a megemelkedett inflációban és ebből következő reáljövedelem csökkenésben, és a következő évre a Nemzeti Bank például egy ilyen 1% körüli növekedést prognosztizál, de hát van, aki szerint, vagy bizonyos negyed években egész biztos, hogy vissza fog esni a dinamika, már csak azért is, mert a 2023-as esztendő első fél évében magas lesz a bázis, ahhoz képest pedig nem lesz akkora a kibocsátás.
mert hát azért itt problémák vannak, ugye a megemelkedett energiaszámlák miatt nagyon sok cég bezár, aztán ugye a kínai gazdaságban nagyon komoly problémák vannak, ilyen 1-2%-os dinamikát prognosztizálnak, részint mert nagyon szigorú a COVID miatti eljárásrend, tehát nagy-nagy lezárások vannak, részint pedig ott olyan ingatlan piaci zűrök keletkeznek, ami szintén visszaveti a termelést, és hát azért a nagy beszállítója a világnak Kína volt, és ha Kínának nincs, nem tud beszállítani meg, a szállítások is akadoznak, akkor az európai termelésben is jelentkezik. És nagyon érdekes, hogy az európai termelésen belül egyértelműen a német gazdaságban jelentkeznek a gondok. A német gazdaságban ugyanis az uniós gazdaságai közül leginkább Kínára felfűzve, és hát azon belül a járműipar. Na most, hát mi meg a német járműiparnak vagyunk a beszállítói, tehát én itt a közeljövőre nézve semmiféle reményt nem tudok megfogalmazni, hogy itt majd milyen dinamika fog kialakulni. A pénzügyminisztérium egyelőre, a pénzügyminiszter Varga Mihály a közgazdász vándorgyűlésen nem mondta ki ezt a szót, hogy recesszió, de az általa bemutatott grafikon, ami tartalmazta az idei és a jövő évi dinamikát, hát abból kiolvasható volt, hogy igen, lesznek negyedévek, amikor visszaeséssel kell majd számolni. Na most ennek a mértékét nagyon nehéz ma megbecsülni, mert ugye egy komoly tétel van függőben még, az uniós pénzek. Ha uniós pénzek nem jönnek, vagy részben jönnek, vagy feltételekkel jönnek, amit hát én azt feltételezem, hogy simán semmit se fogunk megkapni, meg idén már valószínű, hogy semmit nem tudunk felhasználni, csak valamikor jövőre talán, de akkor is nagyon-nagyon szigorúan fogják venni. Tehát azoknak a pénzeknek a növekedés ösztönző hatása, ami az uniótól jöhet, közel sem lesz akkora, mint ami korábban volt. Maradjunk még egy kicsit a belföldi fogyasztás növekedésnél. Ugye a rendelkezésre álló első 6 hónap adatai szerint ez 7% a lakossági fogyasztás növekedése. Mit lehet ennek valamit a részleteiről tudni? Tehát ezt megettük, vagy ruházkodtunk belőle, vagy tartós fogyasztási cikkeket vettünk, vagy talán autót. Mire költötte a nép ezt? Hát, van erről adat? Nincs erről adat, a statisztikai hivatalnak csak a kiskereskedelmi forgalmi adatai ismertek, de az nem egyenlő ezzel a háztartási fogyasztással, amire kicsit rosszul értette a szerkesztő úr, nem 7, hanem 12%-os volt. Jaj, az első bocsánat. Fél évi növekedés. A 7% az egész GDP-nek a növekedése volt. Na most a kiskereskedelmi forgalom adat alapján azt lehetett látni, hogy nőtt az élelmiszerfogyasztás is, de a legkevésbé az élelmiszerfogyasztás bővült, a legnagyobb mértékben a tartós fogyasztási cikkeknek a kereslete és a szolgáltatások kereslete nőtt. Tehát azt lehet mondani, hogy a COVID alatt elhalasztott fogyasztásnak a pótlása történt. Nagyon nagy mértékben nőtt például a legnagyobb mértékben az üzemanyagfogyasztás. Energiaválság idején növekszik az üzemanyag. Hát igen, mert ugye ezeken az üzemanyagokon ársapka van, és akkor hát akkor megyünk, igen. Tehát mobilizálódott a társadalom, tehát kinyílítunk kifelé, külföld felé is, nőtt a turistaforgalom, és a belföldi turistaforgalom is erősödött, és hát bővült a bútorvásárlás, a híradástechnikai cikkeknek a vásárlása, és egyéb ilyen tartós fogyasztási cikkeknek a vétele. Tehát akkor az előzőek alapján, ami elhangzott, hogy nagy valószínűséggel jelentős fogyasztás visszaesésre kell számítanunk, ez azt jelenti azért, hogy mondjuk 5 évig nem kell új frigidert venni, vagy 2 szezonon keresztül a hölgyek ugyanazt a táskát hordják. Azonban az élelmiszerek áremelkedése, és akkor ez legyen a második témánk, az infláció,
azért az igen komoly, ezt minden háziasszony nap mint nap tapasztalja. Tudunk akkor egy átlagos inflációs számot mondani, vagy ezt is fogyasztási nemenként kell specifikálni? Hát az első 8 hónapról áll rendelkezésre a magyar adat, ami kétféle. Az egyik az, amiben a statisztikai hivatal az unió iránymutatása alapján figyelembe vette azt, hogy már augusztusban megemelt rezsiszámlát kellett fizetnünk. Ez az adat, ez majdnem 19%-os infláció, az augusztus per augusztusi szám. 19%? Majdnem 18 valamennyi, igen. Most nem akarok ilyen 10%-okat mondani, mert persze, azzal csak megzavarom a hallgatóságot. Tehát majdnem 19, a belső használatra szánt az pedig ilyen majdnem 16%, tehát 3% pontos különbség van, ami azt is előre vetíti, hogy ha szeptembertől figyelembe veszik a rezsinövekedést, akkor ez bizony egy plusz 3%-ot minimum ennyit fog jelenteni az inflációban. Na most az infláció, az először is szeretném leszögezni, hogy korán sem háborús infláció, vagy korán sem a szankciók miatti infláció, ezzel a, mondjuk, vegyük ezt a magyar adatot, hogy 16%-os infláció, augusztusi infláció, ez egészen kimagasló azért az unión belül is. Az unióban ilyen 9 valamennyi, nem egész 10%-os volt ez a növekedés, pedig az egész unió viseli a háborút, igaz? Másrészt pedig az unió és a mi inflációnknak a különbsége alapvetően abból adódik, hogy az unióban az energia árdrágulás az majdnem 40%-ot hoz, nálunk ez ugye a rezsiszámlak lefolytottsága miatt csak 1,7%. Tehát ezért sem lehet háborús infláció. Ugyanakkor az élelmiszer árdrágulás meg kétszerese, meg több mint kétszerese a magyar drágulás az Európai Unió átlagának. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk a szankciók idéznék elő. Egyébként is megnéztem, hogy mire mentek ezek a szankciók. Hát ugye megy a szankció, mondjuk, hogy szankcionálják, hogy ki az, aki nem léphet be az unióba. Tehát személyre szóló szankciók vannak, aztán útvonalra vonatkozó szankciók vannak, repülési tilalmak, hajózási tilalmak, ilyenek vannak. Ami közvetlenül az inflációt érintő, tehát hogy nem hozok be, tehát import szankció, az ilyen, hogy nem hozunk be aranyat, az nincs is benne, csak ékszerek formájában az inflációban, vagy a tengeri készítményeket. Ami komolyabb valami, az a kőszénre vonatkozó szankció, hogy azt nem hozhatjuk be. Na most ennek abban az esetben van inflációt erősítő hatása az európai gazdaságban, ha a kieső kőszén importot valakinek máshonnan drágábban kell pótolni. Egyébként pedig sem a gázra, sem az olajra nézve nincsenek szankciók, ami miatt mégis ezek az energia árak magasabbak, mint korábban, az a putyini politika következménye. A Putyin úgy gondolja, hogy meg tudja szorongatni, és hát azért ebben van is igazság, az unió tagállamait, hogyha mondjuk lezárja az északi áramlat egyet, ugye először azért, mert hogy felújítások, műszaki átalakítás, nem tudom, miről van szó, aztán végleg lezárja, aztán most már meg is fúrták, úgyhogy most már aztán nem tudni, hogy mikor fog onnan jönni. Tehát, hogyha elzárja a csapokat, Magyarország részére nincsen elzárva semmi sem, még az olajár csap sem, ami majd valamikor decembertől érvényesül az unió többi államában, nálunk a barátság olajvezetéken jöhet az olaj. Az áremelkedés az a piac hatása, annak a putyini döntésnek a piaci következménye, hogy korlátozom a szállításokat, tehát ha a kínálatot korlátozza, és ezt nem lehet, mert nem lehet gyorsan máshonnan pótolni, akkor az fölemeli az árat. De mondok valamit, augusztusban 340 körüli volt az egységára a földgáznak, és ez szeptemberre lement 175-re, tehát a felére csökken, miközben a szankciók maradtak. De hogyha mondjuk azt
valamilyen okból mondjuk a szankciókat megszüntetnék, akkor vajon Putyin azt mondaná, hogy jó, akkor befejezem a háborút? Vagy akkor adok nektek több gázt és olajat? Nem, hát erről szó nem lehet. Ugye ezt akarja velünk elhitetni Orbán Viktor, nevezetesen, hogyha ha a háborúnak vége, akkor a szankcióknak vége, és akkor azonnal visszaesne az infláció legalább a felére. Hát ez a társadalom legteljesebb megvezetését jelenti, mert említem, hogy ahol az energiadrágulás az nálunk töredéke az uniónak, és mégis ilyen magas az infláció. Mondok egy másik számot, van az úgynevezett alapinfláció, vagyis maginfláció, amiben nincsenek benne, nincs az időszakos ilyen zöldség, gyümölcs áremelkedés, tehát az ideiglenes ilyen hatás, nincs benne az alkohol, a dohánytermék, nincs benne az energia drágulása. Ez az infláció, ez a maginfláció nálunk augusztusban 19%-os volt, valamivel meghaladta az átlagos vagy headline inflációt, amire mondtam, hogy 16 körüli, ugye, és az Európai Unióban ez 4%-os volt. Tehát nálunk sokkal, de sokkal erőteljesebb az inflációs nyomás, mint az Unió egészében, vagyis ha itt a valami csoda folytán tényleg kitörne a béke, szó nincs arról, hogy lecsökkenne az infláció a felére. Ez az infláció a magyar gazdaságban 2017 óta folyamatosan emelkedik. Emelkedett akkor is, amikor a COVID alatt például a többieknél más országokban defláció volt, vagyis az árszínvonal csökkent, nálunk nem csökkent. Nálunk 2021. februártól egyre erősödik, a háború meg 2022. februárjában tört ki. Én nem azt mondom, hogy nem járul hozzá a háborús helyzet az inflációhoz, de nem emiatt van az infláció. Tudunk-e arról a titkosított földgázbeszerzési szerződésről valamit mondani, amelyet személy szerint akkor a magyar külgazdasági és külügyminiszter Szirjátó Péter kötött az orosz illetékessel? Ez egy tipikusnak tekinthető, hogy egy földgázszállítási szerződést titkosítanak? Hát Magyarország nem tipikus. Magyarország atipikus az egész Európai Unióban, és hát ez is, de hát ugye a földgáz ára, hogy milyen áron kapjuk, az is titkos. Erről a szerződésről Szijjártó Péter valamikor júliusban adott hírt, nevezetesen, hogy olyan 750 millió köbmétert fogunk kapni. Aztán erre a külügyminiszterjük azt mondta, hogy hát majd meglátjuk. Na most, amit láttunk, az, hogy augusztusban jött 52 millió, tehát a töredéke, és valami olyasmi van, ahogy én ezt kiveszem, hogy havonta küldenek valamennyit, és valószínű, hogy havonta szabják meg az árakat is. Most ennek a különlegessége még ennek a extra szerződésnek, ugye ez a normál szerződésünkön felül van, az, hogy ezt a magyar gazdaság hitelből finanszírozza, de nagyon érdekes, ehhez az 1,8 milliárd eurós hitelt, amit felvett, azt nem a magyar állam vette fel, hanem a magyar bankok. És a magyar bankok teljes állami garanciával vették ezt fel, tehát úgy számolt a pénzügyminisztérium, hogy ezt majd nem fogják beszámítani az államadósságba, ezt a hitelt, mert hát nem az állam vette föl. Magánbankok. Ugye, magánbankok vették föl, igen. Most azonban kiderült, hogy az Európai Unió statisztikai hivatal azt mondta, hogy nem, ezt is bele kell számítani. Igenis, bele kell számítani az uniós elszámolás szerinti deficitbe. Hát mi nem értünk ezzel egyet, mondta Varga Mihály, de hát akkor is bele kell számítani, tehát az idei hiányt még ez is megdobja. Nézzük akkor következő témánkat, a magyar költségvetésnek az állapotát. Ugye korábbi beszélgetésünk alkalmával
már eléggé dehonestáló szakmai megjegyzések hangzottak el a magyar költségvetés tervezéséről, illetőleg az éves költségvetéseknek a megvalósulását követő záró törvény elfogadásáról. Most hogy állunk ebbe az évbe? Mert már nyáron, mintha a 2023-as törvényjavaslatot benyújtották volna. Hát nem, hogy benyújtották volna, hanem benyújtották és el is fogadták 2023-ra vonatkozólag azt a törvényt, amit olyan áprilisban kezdtek írni és számolni, és amely törvényjavaslatot a költségvetési tanácsnak nem lett volna szabad elfogadnia. Miért? Azért, mert a költségvetési tanácshoz mielőtt a parlamentnek beadják, beadják előtte a tanácsnak, és a tanácsnak véleményezni kell, hogy reális vagy nem reális, és ha nem tartja reálisnak, akkor vissza kell dobni. Ez a költségvetés a 23-ra szóló teljesen irreális volt, mert irreális feltételezésekkel számolt, olyan feltételezésekkel, hogy egy, a háború még ebben az évben véget ér. Kettő, az európai és a világgazdaság megszakadt globalizációs folyamatai helyreállnak. Három, az infláció nagyon jelentős mértékben csökkenni fog, majd hogy nem feleződik. Hogy a dollár árfolyama 340 forint lesz, ugye most 430 körül, vagy 440 felé tart, hogy az euró árfolyama 374 lesz, most ez is 425 körül van. Tehát, és az, hogy megkapjuk az uniós pénzeket minden további nélkül. Na most ezek abszolút irreális feltételek voltak, tehát a költségvetési tanácsnak vissza kellett volna adni ezt a költségvetési törvénytervezetet, nem adta vissza, hanem azt találta ki, hogy azt mondta, hogy kérem szépen, hogyha ezek a feltételezések teljesülnek, akkor teljesíthető ez a költségvetés. Na, hát ugye mára kiderült, most már a pénzügyminisztérium is erről beszél, hogy nem tartható a jövő évre elfogadott költségvetés. Hát például azért sem, mert az idei sem tartható már, és most azt ígérik, hogy majd decemberre bemutatnak valamit, amiről nem tudjuk, hogy vajon egy új költségvetés lesz-e, vagy pótköltségvetés lesz-e, vagy csak egyszerűen néhány számot majd elénk rapnak, és aztán azt csinálnak, amit akarnak, mert eddig is ez volt, eddig is ezt csinálták, 2020-ban és 2021-ben is ezt csinálták. De az idei költségvetéssel is gondok vannak, és ezt most azért kell kiemelnem, mert ugye van ez a nyugdíjprémium. Nos, hogy jön ide a nyugdíjprémium? Úgy jön ide a nyugdíjprémium, hogy az a szabály, hogy akkor lehet fizetni nyugdíjprémiumot, hogyha legalább 3,5% fölött növekszik a bruttó hazai termék, és teljesül az államháztartási hiánycél. Na most lehetséges, hogy 3,5% fölött lesz a növekedés, mert említettem, hogy én legalább 4-et várok, ugye? De nem tudni, hogy melyik hiánycélt kell teljesíteni. Eredetileg ugyanis 2022-re a bruttó hazai termékhez viszonyítva 5,9%-ba határozták meg a hiánycélt, aztán hát valószínű, hogy erős uniós nyomásra, meg látva, hogy a többi országnál lényegesen alacsonyabb már, mint a többi feltörekvő uniós országnál alacsonyabb ez a ráta, hogy ne kelljen nagyon erőteljesen csökkenteni a későbbi évekbe, ezt levitték 4,9-re. Tehát ez már a második hiánycél. Most a közgazdász vándorgyűlésen Varga Mihály bejelentette erre az extra gázszállításra való hivatkozással, hogy 6,1% a hiánycél. Lehet, hogy teljesül, nem tudni, csak azt látjuk, hogy egy iszonyú katyvasz van a 22-es költségvetésben is. Egyfelől a magasabb, a vártnál lényegesen magasabb inflációnak köszönhetően lényegesen nagyobbak az áfa bevételek, tehát olyan többletbevételek vannak, amivel korábban nem kellett számolni. Továbbá olyan módosításokat,
nem merem azt mondani, hogy megszorításokat eszközöltek, de hát eszközöltek, ugye, májustól kezdve az extra profit adó, a beruházásoknak a lefogása, adóemelések, a népegészségügyi termékadónak a kiszélesítése, ami összességében egy 2250 milliárdos csomagot adott ki, és ez a várható GDP-nek a 3,7%-a, amit csak azért említek, már bocsánat, hogy ennyi számot mondok, de 3,7%-kal szemben ugyanezek a tételek 1995-ben a Bokros csomagban az akkori GDP-nek csak a 2,6%-át jelentették, tehát ez egy erőteljesebb megszorítás. Na most ezen túlmenően is csináltak megszorítást, mert a MOL-ra kiszabott extra profit adót azt fölemelték, tehát még megtoldották. Továbbá évközben felszámolták a katát, és átterelték a katások egy részét egy lényegesen magasabb adórendszerbe, mert az általány adózás, ami még a legkedvezőbb, azért az sokkal magasabb, mint amit a katából remélhető lett volna. Aztán az üzemanyagok sapkáját részben levették, ennek is nagyobb az áfa tartalma. Tehát itt van azért ebben a költségvetésben egy jelentős növekmény, na de ezt elköltötték, meg elköltik. Már előre elköltik. Hát igen, erre a bizonyos többletgázra egyfelől, másfelől pedig katonai felszerelések beszerzésére, és hát a rendvédelmi dolgozók kifizetésére, na most nem is beszélve a Vodafone megvásárlásáról, ami a magyar államnak 350 milliárd forintba kerül, és hát ez nem egy kis tétel, és hát arra hivatkozni, hogy majd ez termel olyan jövedelmet, amiből lehet a pedagógusok bérét emelni, hát ez megengedhetetlen szemfényvesztés volt mondjuk Gulyás Gergely részéről. A pedagógus bérekre csak még egy gondolat. Korábban ugye azt mondták, hogy az Európai Unió által folyósított támogatásra bazírozzák a pedagógus béremelést, most akkor a Vodafone jövő évi bevételére bazíroznak, tehát valószínűleg ezek mind el fognak maradni. Hát ez úgy hazugság, szintiszta hazugság. Ugye amikor hát több menetben tárgyaljuk az uniós forrásokat, és az egyik menet az idei menetben, az Unió, mert kértük, hogy írja meg, hogy milyen kifogásai vannak, az Unió például azt is feltételként szabta, hogy rendbe kell tenni az oktatási rendszert. Tehát ez benne van az Unió feltételeibe. Na most, hogy az oktatási rendszernek a rendbetételét a magyar kormány úgy gondolja, hogy majd az Unió pénzéből a pedagógus béremeléssel fogjuk megoldani, ez egy súlyos tévedés, súlyos félrevezetése a magyar társadalomnak. Az Unió egyébként sem ad működési költségekre pénzt. Az Unió fejlesztésekre ad pénzt, tehát szó nem volt sohasem, hogy az Unió a magyar pedagógusokat fogja finanszírozni, és akkor így hivatkozt, visszadobom a labdát, hogy azért nem tudok nektek ugye bért adni, mert hát az Unió nem ad. Tehát onnan a fenéből volt bér a rendvédelmiseknek, ugye ez nem is tudom, 50 milliárd, és nagyjából azt hiszem ennyi a pedagógus béremelés is. Szóval rettentő sok hazudozás, és egyre nagyobb hazugságokat enged meg magának a kormány. Hát például ma reggel Orbán Viktor azt adta elő, hogy hát őt becsapták Brüsszelbe, mert azt mondták, hogy ha szankciók lesznek, akkor béke lesz, és akkor minden rendben lesz, és hogy a szankciók mégsem hozták el a békét. Hát szó nem volt erről. Hát ilyet nem mondhat az Európai Bizottságban senki ilyen felelőtlen ígéretet nem. Tehát az Európai Unió szankciója az válasz a putyini háborúra. Hát nem Európa kezdett el háborúzni, hanem Putyin kezdett el egy igazságtalan, megengedhetetlen háborút Ukrajnával szemben, amire az Európai Uniónak ez tulajdonképpen egy béke válasza.
Tehát nem lövöldözünk, hanem azt mondjuk, hogy hát megnehezítem az orosz adminisztrációnak a működését, az orosz gazdaságnak a fejlődését, amikor azt mondom, hogy se ez, se a sem, azt hát nem engedek nektek. A műsorunk vége felé közeledünk, azonban azt javaslom, hogy állítsunk föl valami rangsort az ügybe, hogy a magyar gazdaság fejlődésének melyek a legfőbb problémái. Ugye ma szeptember 30-a van, és úgy tudjuk, hogy a mai nap fogja az Európa Parlament elnöke a frakció vezetőkkel együtt véglegezni, hogy mi az Európa Parlament javaslata a magyar támogatás csökkentésére. De még hátra van november 15-e, amikor majd ugye az Európai Bizottságnak a javaslata alapján a Európa Tanács, tehát a 28 állam és kormányfő, mint legfőbb döntéshozó testület, végleges döntést fog hozni a magyar támogatások csökkentéséről, vagy esetleg a további teljes összegű folyósításáról. Tehát ez lehet az egyik legnagyobb veszély, hogy elmaradnak vagy csökkennek az európai támogatások. De egy második nagy veszély, ugye, akkor a gazdasági növekedés csökkenése, ezzel párhuzamosan az infláció növelése. De még azért a végére marad egy nagy kérdés, hogy nem a legnagyobb veszély Orbán Viktor személye és a kormány gazdaságpolitikája a magyar gazdaságra? Hát ez már évek óta a legnagyobb veszély, ezzel egyetértek, és azzal is egyetértek, amit hát nem is tudom, hogy hogyan lehet, hogy viccből, a Róna Péter fogalmazott meg a Magyar Hangban adott interjújában, amikor rákérdeztek, hogy és hát nem volna szükség az a Nemzetközi Valutalapnak a behívására, és erre azt mondta, hogy de igen, igen, csak hát ugye az feltételeket szab, és lehet, hogy az első feltétel az lenne, hogy Orbán mondjon le. Ezt mondta a nemzetközileg ismert professzor úr. Hát egy dologról nem beszéltünk, ez egy kicsit összefügg ezekkel a külső forrásokkal, arról, hogy erről nem nagyon beszél, sőt egyáltalán nem beszélnek, csak a szakma beszél erről, hogy mi korábban a magyar gazdaság a globális válságot követően külső finanszírozó volt, tehát a világ felé mi tőke kiáramlással tudtunk fordulni, most 2021-től kezdve külső forrásokra szorulunk, tehát külső finanszírozási igényünk mutatkozik, mégpedig ebben az évben, a tavalyi év, már 21-ben is ez volt, tehát van egy luk a finanszírozásunkban, a tavalyi finanszírozási luknak körülbelül a 4-5-szöröse lesz az idei, és még jövőre is, és még 24-ben is valószínű, hogy külső forrásokra szorulunk, de most így jön be, hogyha nem kapjuk meg az uniós forrásokat, akkor ugye azt mondja Orbán nagy hegykén, hogy hát akkor tudjuk magunkat a piacról finanszírozni, ez igaz, de emelkedő kamat ráták mellett, mert a kamatlábak épp az infláció letörése miatt mindenütt pillanatnyilag emelkednek, ugye a legnagyobb mértékű és problematikusabb számunkra mondjuk az dollár kamatlábának a növekedése, és egy ilyen bizonytalan ország, mint a magyar gazdaság, amivel szemben, mint feltörekvő országgal szemben is nagy a bizalmatlanság, és ez kifejeződik, ami felgyorsuló árfolyamromlásunkban is, egy ilyen gazdaságnak csak extra kamat felárakkal adnak hiteleket. Tehát tudjuk magunkat finanszírozni, tehát nem mondom azt, amit mondjuk a Bokros mondott, hogy államcsőd lesz, mert államcsőd azt jelenti, hogy nem kapunk már hitelt a gazdaságunk finanszírozására. Kapunk hitelt csak nagyon drágán, és ugye ez bejön az is, hogy a Standard & Poor's és a Moody's is, a nagy hitelminősítők kilátásba helyezték, hogy ha romlik a helyzet, szignifikánsan romlik a helyzet, mondjuk nem leállnak a gázszállítások, vagy egy erőteljes recesszió lesz, akkor bizony
leminősítenek bennünket, tehát bedobnak bennünket újra a bóvli kategóriába, és eleve a bóvli kategória már csak drágábban történő hitelezést jelenthet, mintha nem ott lennénk. Értem. Tehát én ebben látom gazdaságilag, most felejtsük el Orbánt és politikáját, gazdaságilag ebben látom a legnagyobb problémát, mert ennek a külföldi hitelekből történő finanszírozásnak a költségvetési terhe az elkövetkező években vissza fogja fogni a fiskális politikának a mozgásterét, a növekedés ösztönzésének a lehetőségét egyidejűleg, miközben hát ugye nem nagyon járul hozzá a gazdaság versenyképességéhez. Kedves Pecsnik Mária Zita, nagyon köszönöm, hogy ismét eljött a rádióba, és igyekezett megvilágítani a költségvetési, inflációs és gazdaságnövekedési problémát, és ezeken keresztül óhatatlanul a politikáról is véleményt kellett formálni. Köszönöm én is a meghívásukat, mindenkinek a legjobbakat kívánom, ami lehetséges ebben a rettenetesen nehéz, szörnyű világban. Kedves hallgatóim, hallgassanak minket a jövő héten is. Viszontlátásra!